Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői hír összefoglalóját látják. Nézzük főbb témáinkat. A Hövei Csipke Sopronban egyedülálló népművészeti alkotásokból nyílt kiállítás a Munkácsi teremben. Forgalomkorlátozás a Felsőbüki Nagypál utcában. Először rendezték meg Sopronban a Szent Patrik napi futást. Megnyitotta kapuit a Hövei Csipke népművészeti kiállítás a Munkácsi teremben. A tárlaton egyházi textíliák, lakástextíliák és viseleti darabok is láthatók egészen április 10-éig. A soproni tavaszi napok részeként március 19-től látható a Liszt Központ Munkácsi termében a Hövei Csipke kiállítás. A Győr-Moson Sopron megyei Hövei népművészeti kincse egyedülálló a maga nemében. Hímzési technikáját anyáról lányra hagyományozva 150 év alatt fejlesztették ki a faluban élő asszonyok. Itt a pókozás, ami a rendkívüli segét jelenti a Hövei Csipkének, a levegőben vart csipke, tehát a lukat körbevarjuk, és horgoló cérnával különböző mintákkal töltjük be, és ez adja az egésznek a rendkívüliségét és változatosságát. A bemutatásra kerülő anyag egy része hagyatékból származik, a kiállításon látható alkotások másik részét pedig a Hövei Csipke Egyesület népi iparművészei készítették. A kiállításon most megpróbáljuk bemutatni azokat a nagyobb méretű darabokat, amit eddig nem igazán sikerült megmutatni, mert kisebb kiállítótereket tudtunk kapni. Most az egyházi textíliákat, nagyobb oltárterítőket és étkezőasztalterítőket szeretnénk bemutatni a viseleti darabok mellett is. A Hövei Csipke ma már földrajzi védjegy oltalom alatt álló kiemelkedő nemzeti érték. A következő cél a hungarikum minősítés elnyerése. Annak az a feltétele, hogy minél ismertebbé váljunk, és ez a kiállítás most remélem, hogy nagyban segíti a célunk megvalósulását. Tehát itt számítunk a látogatottságra. Azon leszünk, hogy minél szélesebb körnek meg tudjuk mutatni, kedvet csináljunk. A kiállítás megnyitó ünnepségét pénteken tartották meg a város és a szervezők képviselőinek jelenlétében. A tárlatot a Néprajzi Múzeum textil és viseletgyűjteményének fő muzeológusa Katona Edit nyitotta meg. Az április 10-ig látható kiállítás keretében április 2-án népművészeti bemutatón ismertetik a technikát az érdeklődőkkel, a pedagógusok Soproni Művelődési Házában működő népi díszítők alkotókörének tagjai. Tavaszköszöntő találkozót tartottak szombaton Brembergben. Az eseményt 3 éve hívták életre a településrész lakói. A téltemető és tavaszköszöntő rendezvény most már hagyományosnak mondható, ahol felhőtlenül szórakozhattak kicsik és nagyok. Évek óta hagyomány Brembergben, hogy a településrészi önkormányzat és a Brembergi Kulturális Egyesület szervezésében közös tavaszváró ünnepet rendeznek. Elj a titkos szerelem! Titkosan kezdődik. Az idén a Soproni Petőfi Színház művészei Szóka Brigitta és Pap Attila vidám zenés verses irodalmi összeállítással érkezett, majd a helyi óvodások műsora köszöntötte a jelenlévőket. Rajta, rajta, leszakadt a fajta, bemaradt a macska. A Serfel főorvos úr könyvéből a hajónaplóból lesz egy felolvasás. Ez azért érdekes, mert főorvos úr leírja ebbe a részbe, hogy hogyan vállalta el a felesége, dr. Brezvai Éva, a körorvosi állást, mikor ide kerültek Debrecenből. Ez így kapcsolódik hozzánk. A tavaszköszöntő találkozón dr. Fodor Tamás polgármester elmondta, a város örömmel támogat minden olyan rendezvényt, amely a helyi közösségek megerősítését segíti. Azt is köszönöm, hogy immáron a 3. alkalommal, tehát most már azt mondhatjuk, hogy ha nem is nagy hagyománya, de hagyománya van ennek a mai napi találkozónak, és szeretnénk továbbra is ezt a hagyományt megtartani, megőrizni.
A programok késő délutánig tartottak a Brembergi főtéren. A megjelenteknek kellemes kikapcsolódást jelentett a tavaszköszöntő a város egyik legszebb természeti környezetében. Egészen május végéig forgalomkorlátozásra, szakaszos útlezárásokra kell számítani a Felsőbüki Nagypál utcában. Az érintett szakaszokon azért van szükség a korlátozásokra, mert felújítják a vízi közműhálózatot. A József Attila és a Vasvári Pál utca irányába terelik el a forgalmat a Felsőbüki Nagypál utcáról. A területen az ivóvíz, csapadék és szennyvíz csatorna építési munkálatok elvégzése az Alsólőver lakópark építése során megnövekedett igények miatt vált szükségessé. Az építési munkálatokban az utca mindkét sávja, valamint megközelítőleg 15 ingatlan érintett. Ingatlanonként két-két bekötésre kerül sor. Az első ütemben a Vasgereben utca, Apród utca közötti szakasz ivóvíz ellátottságát oldják meg a szakemberek, majd a fennmaradó Apród utca, József Attila utca közötti szakasz vízi közműveinek felújításával folytatódik az építés, majd az útburkolat helyreállításával zárul. A beruházás nettó 73 millió forintból valósul meg. A lakópark építése továbbra is zavartalanul zajlik. Az utat helyreállítással együtt várhatóan május végén adják át a forgalomnak. A kivitelező addig is a lakosok és az autósok türelmét kéri. Bölcsöde elől loptak el egy babakocsit Sopronban. A soproni rendőrkapitányság eljárást folytat ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi március 4-én 10 és 14 óra között a Deák téri bölcsöde bejárati kapujából lopta el a babakocsit. A feltételezett elkövetőről fénykép készült. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, az névtelensége megőrzése mellett hívja a soproni rendőrkapitányságot, vagy az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számát, illetve a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét. Városunkban először rendeztek Szent Patrik napi futóeseményt. A vasárnapi rendezvényen nem a sport teljesítményen volt a hangsúly, a cél a jó hangulat mellett a jótékonyság volt. A szervezők a bevételt a csecsemőkori agyi bénulásban szenvedő soproni Cupi Csabikának ajánlották fel. A Szent Orsolya iskola udvarában gyülekeztek a tavaszi napfényben a mozgás szerelmesei vasárnap délelőtt. A futók a szervezők felkérésének megfelelően zöldbe öltöztek, hogy a hagyományos Szent Patrik naphoz híven egy nagy zöld tömegként mutatkozzanak az 5 kilométeres táv megtétele közben. Az esemény a Sopronban és Sopron környékén élő aktív és amatőr futóknak kívánt lehetőséget biztosítani a városon belül kedvenc hobbiuk gyakorlására. Mindemellett cél volt a futás népszerűsítése és a felújított várkerület bemutatása. A rendezvényen a szervezők nem elsősorban a sport teljesítményt, hanem a jó hangulatot helyezték a középpontba, egy különleges, jótékony célt is megfogalmazva. Ennek megfelelően és a 340 nevezett futónak köszönhetően a csecsemőkori agyi bénulásban szenvedő soproni Cupi Csabikának 420 ezer forint támogatást gyűlt össze. Rangadót nyert a Sörgurítók Ese, a Teke NB1 csapatbajnokság nyugati csoportjának 18. fordulójában. Pénteken a hazai pályán a tabella élén álló Herendi VTK csapatát 6-2-re győzték le a soproni fiúk. A Sörgurítók pozitív reményekkel vágtak neki a mérkőzésnek, hiszen az azt megelőző napokban jól szerepeltek egyéniben a fiúk. Ennek ellenére nehezen indult az összecsapás, az első két sorozatban, bár szoros eredmények születtek, nem ment mindenkinek jól a játék. A harmadik sorozatra cseréltek a soproniak, ennek eredményeként jól gurítottak, így sikerült a bravúr, 6-2-re legyőzték a listavezető Herendi VTK együttesét. Érezni a csapaton, a játékosokon, hogy ezt a pályát mind jobban kezdjük játszani, és most igazán sajnálhatjuk a korábban elhullajtott pontokat, amivel ott lehetünk volna simán az első három között. A jelenlegi eredmények alapján a soproniaknak az 5.-6. hely elérésére reális esélyük van. Ez volt az elképzelés egyébként is az év szezon kezdetén, és majd a következő szezonban megpróbáljuk összehozni a régi csapatnak a magvát, és akkor újban nekivágva eredményesebben tudunk szerepelni.
Az eredményes szerepléshez az április 2-án esedékes ajkai vendégszereplésen is jól kell gurítani a fiúknak, azért is, mert a szakosztály távlati céljai közt szerepel a Szuperligába való visszajutás. Most Mozaik című műsorunk következik, amelyben a Bringás Sopron Egyesület elnöke Szűcs Szabó Máté lesz a vendég, ezt követően pedig érkezik sportmagazinunk a Hajrá Sopron. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden a nap első felében erősen felhős lesz az ég, szorványosan előfordulhat eső is. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és kisüt a nap. A nappali hőmérséklet maximum 11, minimum 5 Celsius fok között alakul.